Üdvözlök mindenkit, én Axmart vagyok, és ezúttal itt a bal felső sarokban vagyok megtalálható, hát itt találtam a magamnak helyet. Most mindenki nagyon-nagyon arra gondol, hogy fú, hát én mennyire szerencsés vagyok, és ez félig igaz, félig nem, tekintve, hogy nem kaptam meghívást a játék alfájába, tehát ez nem az én akkuntom, viszont szerencsés vagyok, hogy vannak olyan barátaim is, mint Krisztó, akinek az akját most használhatom, és játszhattam már vele egy kicsit, és most ezt fogom videózásra is használni, amíg nem lesz meg a sajátom. Elvileg már dolgozom rajta, gyakorlatilag szerintem még sehol nem tart a dolog. Reméljük, hogy minél hamarabb meg lesz a saját akkuntom, és onnantól kezdve az elejétől a végéig követhetitek a kis Heroes of the Storm-os munkásságomat. Sokban különbözik, mint a LoL, sőt, nagyon-nagyon sokban különbözik a LoL-tól ez a játék. Viszont mindenképpen nézzétek azt, hogy ez jelenleg csak egy alfa verzió, itt még semmi sem jó, nem mondom, hogy semmi sem biztos, mert azért már vannak eléggé erős pontja a játéknak, hogy mind nem fog változtatni, például az XP rendszer, a goldot kihagyva, stb. Ezt valószínűleg nem fog változni, viszont még szerintem elég sok minden van, ami hát finom hangolásra szól. Amondó vagyok, hogy kezdjünk is bele ebbe az egészbe. Talán a legfőbb különbség az, hogy nagyon-nagyon sok pálya közül lehet de random dob be ugye egy pályára. Ezeket majd át fogjuk nézni. Itt vannak a jelenlegi free hero-k, illetve van még egy darab megvett egy Tyrant ranged support karakter. Tök jó, mert ki is írja, hogy körülbelül mire szokták használni a karaktereket. Tassadar ranged support, meg Zeratul Melee Assassin, elég sok minden van. Először szeretnék bemutatni azt a karaktert, amivel én is először játszottam. Nem a legizgalmasabb, de szerintem az egyik, legalábbis nekem az egyik legélvezetesebb, hát a kis törp ura Muradin bácsi. Ő Melee Warrior néven van elnevezve, alapvetően egy hatalmas CC-s tank. És az az érdekes, hogy jó, főleg lolos karakterekhez fogom hasonlítani az itt meglévő karaktereket. Nyilván a képességeik alapján, mert hát a MOBA világában a képességek száma limitált, tehát mit tudom én, stun, ugye vannak, hogy attól függ milyen skill shot, milyen hosszú a skill shot, hook, stb. Ugyanígy megvannak ebben a játékban is ezek a skillek, viszont a karakterek másképp épülnek fel velük, illetve hát maga a karakter fejlődés is egy teljesen más világon megy keresztül, mint a LoL-ban. Most neki is állunk rögtön versusolni, én amondó vagyok, hogy ne játszunk kicsiben, rögtön menjünk versusra. A solo queue itt egy kicsit másképp néz ki, nyilván itt ugyanaz a normál módban, meg hogy fogod, rákattintasz a solo queue-ra, de itt már láthatjátok, hogy nem úgy néz ki, hogy bedob egy lobbyba, és ott majd szépen, miután meglesztek öten, kiválasztgatjátok a karaktereket, megbeszélitek, hogy ki kivel, legyen support, meg ADC, meg top laner, tankos, meg dzsungel, meg ilyesmi. Nem, itt úgy néz ki, hogy fogod, kiválasztod a karaktert, amivel menni szeretnél, kiválasztod hozzá, vannak ugye mountok, ezzel gyors, tehát ezzel oldották meg igazából a teleport hiányát, ezzel a mounttal. Illetve vannak még skinek is, amiket rá lehet dobni, na, jelenleg ez nekünk nincsen, de nem is érdekes. És amit látjátok, csak hogy fog, bedob még 4 darab random playert, hogy majd ők játszanak veled. Semmilyen erő megbeszélés, hogy akkor most ki support, ki mire épít, mindenki csinálja azt a solo queue-ban, amit éppen akar. Ezt a duo queue egy kicsit megbonyolítja, illetve egy kicsit hozzádob a lehetőség, ez volt szerencsém fanával együtt játszogatni egy kicsit. Ketten azért elég sok mindent tudtunk csinálni, némi összhanggal tudtunk játszani, de nem elég. Tehát itt ténylegesen a duo queue is inkább egy ilyen solo queue érzetet ad. Mert hogyha a csapat többi része akkor is rossz, akkor nem tudod elhozni a mérkőzést. Itt egyszerűen nem elég kettő ember arra, hogy lekerizzenek egy gémet. Még mondjuk a League of Legends-ben, hogy egy level 24-es meccsben, ahol mindenki level 24, kivéve kettő embert, akik mondjuk Diamondból jöttek, hát nem, azok simán lekerizzik a gémet. Itt sajnos nem erről van szó. Hiába vagyunk jobb játékosok, tapasztaltabb játékosok, nem fogod tudni lehozni a mérkőzés. Na, tök jó, mert itt nagyon szexi vissza is számol, 27 másodpercén megyek topra, mert az ott nagyon jó. És Blackhearts-ot kaptuk. Tök, bírom, amikor így ő beszél hozzánk, ugye mind általában a maphoz függően változnak, hogy ki beszél hozzánk, míg LoL-ban csak ezt a szexi női hangot hallgathatjuk.
A map igazából a legfontosabb, amiről talán elsőnek érdemes beszélni. Ez a map következőképpen működik. Igen, 3-2-1. Eközben azért kiszedem, itt láthatjátok a skill tree-t, mikor ezt itt szépen kiválasztunk, 4 darab képesség közül választhatjuk. Ugye az elsőt, én nekem a Perfect Storm, vagy esetleg, ja, a Path of the Warrior, az sokkal jobb. Tehát itt vagy nagyon-nagyon tankosra akarunk menni. Ops, most minket időközben megerőszakolnak. Igen, itt nagyon-nagyon durva itt az early game. I'm going to farm for a little bit. Okay. Na 3v3 van, és mégis ugye főleg a magasabb damage-ű karakterek nyernek, illetve akinek több CC-je itt még megérkezik. Ráadásul van egy healerük is, szóval... Na most oda bemenne, ezt mondom, hogy most oda bement ez az a jó fiú. Igaz, hogy ide is bejött hozzánk, de ennek ez legalább el tud menekülni. Oh god! Főleg, tehát manánk van, meg HP-nk van, ebből kell folyamatosan gazdálkodni. Ez igazából teljesen jó. Nagyon-nagyon durva most itt az agresszió. Jó, megyünk. Hát, ezt rosszul számoltam ki. És jóval több korai agresszióval bír ez az egész. Igen, és itt vannak ezek a coinok, amiket gyűjteni kell. És majd ezt lehet szépen beváltani arra, hogy meg... Ó, ne menj oda be! Most szépen bodyguardoljuk, az ott meghalt. Ez ott nagyon jó, hogy bejött. Így el is találtam. És megvan a First Blood! Az a baj, hogy nem szabad ilyeneket csinálni. Ténylegesen csak együtt szabad mozogni, vagy hogyha el vannak oszva legalább a lének, akkor az. De az, hogy így beugrani az a szinként, az a baj, nem nagyon lehet még ilyenkor kijönni. Majd a későbbi időszakban. Na már most oké, a pályáról akartam egy kicsit beszélni, miközben itt nagyon agresszívan játszogatok, felmegyek topra kicsit farmolni, nyugodtak legyen a helyzet. Látjátok ezeket a coinokat, hogy ezeket lehet gyűjteni, mint hogy az előbb is. Annyi a lényege, hogy miután összegyűjtöttél 10 coint, látjátok is, hogy az ellenfél mennyit adott már le, és ti mennyit adtatok már le. Itt a fekete szív bácsinál. Szépen megbombázza majd azt, aki odaadta neki az először 10 coint, aztán 12, és szépen kettesével mennek fel. Na, és ez miért jó? Folyamatos ugye pressure ezekre a tornyokra. Nagyon-nagyon kemény. Megjött a következő talentünk, azt mondja, hogy a crowd control, ez nagyon-nagyon jó. Thunderburn is nagyon-nagyon jó. Viszont én sokkal inkább a Skullcracker-t szeretném, mert hogy az egy sikeres basic attack stunolja az ellenfelet, ami az úgy elég jó. Igaz, hogy nem túl sokáig, de azért stunolja. Oké, szerintem nekem le kéne mennem, mert itt nagyon-nagyon nagy a probléma. És lehet, hogy szépen ott kell adogatni a cuccokat. Jó van, 3v3 van, mindjárt megérkezek én is. Igen, gyakrabban kellene használnom a lovat. Nagyon nem vagyok hozzászokva, hogy van ez a ló lehetőség. Igazából nagyon meg tudja dobni a movement speedünket, az ott halott. Én szépen távol tartom őket, míg a saját csapatom beváltja a saját coinjait. De hogy ugyanerre vigyázni kellene. És a kisztanoknak köszönhetően csak össze fogom tudni szedni, az is nagyon jó. Csak nem tudok oda menni, de is halott. Two in a row! Itt a kill igazából nem számít olyan sokat, mint a LOL-ban. Van kettő coinom, szépen le is adom. És akkor lesz nekünk 8 ellenfélnek. Hát ezek a coinok nem vesznek el, amiket már leadtál, tehát az ott marad. Viszont többet nem tudsz leadni. Tehát hogyha most lenne nálam 4 és elkezdeném, akkor csak 250-en és 2 marad a nálam. Azt sem majd megláthatjátok, remélem, hogy mikor kezd bombázni. Megint csúsz a talent. Azt mondja, hogy ez a piercing bolt, 2 darab emberkét is tudok a Q-mal stunolni. Még nem kezdtem el tanulgatni a neveket, szóval aki esetleg csalódott bennem, azt ne haragudjon. Nem tudtam be... Az hogy? Oké. Hát nem tudtam beugrani. Azt mondja, hogy itt már még egy darab coin kellene valahonnan. És itt az ilyen citromsárga jelekből lehet összeszedni. Nagyon-nagyon-nagyon jól érzi magát, de mi kevésbé. Hú. Ez nem biztos, hogy a legjobb ötlet volt, de tudunk sokat stunolni.
Tassadar meg tud minket shieldelni, szóval csak össze fog jönni. Szépen távol tartom, leadja a coint, aztán pedig mehetünk innen. Viszont ez egy nagyon gázos. Jó, náluk nincsen coin, ennek örülünk, tehát csak kontrollálják ott azt az érát, de ez egy nem vastag. Jó, nálam is van egy, mindenkinél van egy coin, ez tök jó. Csak kevésbé. Ekközben megjelentek a treasure-ök is. Kincseket szépen úgy össze lehet szedegetni, arra ott nem megyünk rá, minek. Én ugyanúgy távol tartom. Hopp! Ah, ez a vagy nagyon kevés a manám. A legjobb... mint a legjobb dolog, ami szerintem ebben a játékban van, az a sustain segítésére ezek a kis vellek. Tehát ez mind ad manát, mind HP-t. Tekintve, hogy ugyebár nem lehet venni semmit. Ez ugye a must have dolog. Innen mi megyünk, mert konkrétan meghaltunk. Oké, hogy jó, ott van, de... megpróbáljuk távol tartani őket attól, hogy le tudják adni a coint. Ez igazából jelenlétük is elég. Meg egy-egy jó skill shot. Kérdés, hogy megéri-e, mert a csapatunk nem igazán reagál erre. Nekünk pedig rohamosan fogy a HP-nk. Go home. Leadták a coint, megvan nekik a 10, innentől kezdve már bombáznak minket. El is kezdődött, nagyon jó kis zenével. Siege le is szedik az életet a kis építményeinkből. Nekik hamarabb lett meg a 10. Igen, megkapjuk az ultinkat 10-es szinten. Én az avatárt fogom választani. A másik nagyon-nagyon erős tud lenni. Az konkrétan egy Lee Sin rúgás. A törprénél. Viszont ez nekem sokkal jobban bejön. Teamfightban erősebb vagyok. Igen, használhatnánk megint a lovat. Lovat! Lovat ide. Most átment az ére. Ezt annyira utálom, csak úgy nem tudom, hogy én állítgatom el, vagy úgy magától. De néha. Így né. Ne, és én ultizak is, engem nem érdekel. Az úgy kemény volt. És innentől már defenzív a játék. Kettő ember tudok stunolni. Áj, ennek nem örülök. Viszont a HP-m az rendben van. Voodoo doktort haza kéne küldeni, itt is megvan a ping rendszer. G-vel és annak az egér húzásával lehet pingelgetni. Most itt szerencsére mi szereztük meg ugyebár a coinokkal az ágyúkat. Go for it! Nem vagyok még tapasztalt ennek a játéknak igazából a menetével, meg az, hogy mégis hogy kéne kommentálnom ezt az egészet. Ugye így solo queue-ban. Nagyon-nagyon nehéz. Nagyon sok az akció, nagyon sok mindenre kell figyelni. Nem mondom, hogy nehezebb, mint a LOL, mert a kettő között azért különbség van a LOL-ban. Ugye ott van az itemrendszer. Itt meg csak XP-t kell gyűjteni, amit itt fent láthattok, hogy igazából vezetünk XP-ben, de annyira azért mégsem állunk a legjobban. Burning Rage, vettünk magunknak egy Sunfire képet. Ezzel eléggé szépen megnövekedik a az ér a damage-ünk. Illetve hát egyben nem biztos, hogy el fogom tudni intézni ezt a nagy darab maf másik törpöt, de jaj, nagyon jaj. Oké, és itt menekülünk. De bebételtük. Ennyi. És hatalmas a HP regénye ennek a mókának. Ha éppen nem vagyok fightban, akkor folyamatosan kapom 40-40-60 HP-kat. Nagyon-nagyon durva. Ezt tesz igazából egy hatalmas tankát. Bemegy, túléli, kijön és visszamegy már fél HP-val, vagy fél élettel, hihetetlen. Kemény ez a karakter. Ezt még ugye hozzádobom a Burning Rage-et, tehát ott folyamatosan sebzek. Ez még hozzájön ugye az avatár is, ami még durvább tankosságot nyújt. Menjünk, szedjük le ezt itt. Nincsenek wardok a játékban, illetve hát... oh my god! Oké, hát nem tudok rajta segíteni, bro. Engem is
Én megpróbálok mindent. Jó, ennyi volt. Én megpróbáltam. Viszont, hogyha ezt tovább követ, akkor lehet megerőszakolom. Na és itt vannak a chestek, másszedik is össze belőlük származó goldat. Meg inkább csatlakozok itt a csapatomhoz, amik itt vannak. Jó, mert már fel is. Hopp. Ezt jól mellé dobtam. Viszont a Tassadert azt ugye 1v1-ben. 1v1-ben igen, de így nem. Jó, akkor én mindjárt megfordulok. Go for it. Ezt a kült még gyakorolni kell. Igen, hatalmasat heal-el. Nem jött össze, viszont ezt megöljük. Ezt öljük már meg legalább. Na hát ez nem igaz! A skillshot. Ez jó ötlet volt. Én nem adom fel. Csak megúszta, oké. Deal extra damage, nem... Nem. Féleképpen minél több CC-t akarunk összeszedni, ez pedig... Ugye az Elmi stunol, amivel az előbb megölhettem volna, de hát... Nincs ekkora szerencsénk. Menjünk szépen vissza. 11 darab coin van nála. What the hell? Na mennyire én távol tartom őket. Remélem be tudja váltani, mert ez nagyon durva. Jó. Meg is van. Tehát amíg miénk a... Tehát, amit látjátok, a killek ténylegesen nem számítanak annyit. Itt sokkal inkább ez a feladat megoldása, tehát a coin gyűjtés, meg a wave-ek letakarítása. Ez az, ami számít. Továbbá a dzsungel itt hatalmas szerepet kap. Itt meg nem tudtam beugrani. Tehát a dzsungel lények is ugye, jó, nem mindegyik, mert például azokat a skeletonokat, amiket az előbb beszéltem, azok pont nem, de ezek például ugye a dzsungelből jöttek, letisztítják ugye a saját dzsungelek, és itt is mutatja, hogy itt szépen top lane-en akarnak végiggyalogolni az ebből származó élőlények, amik nagyon-nagyon kemény pressure tudnak nyújtani. Tehát itt is megnézitek, ezeket nem tudja lőni a turret, mert őnekik olyan range-ük van, olyan szépen távolról tudnak biztonságból lőni mindent. Ezért nagyon-nagyon, és eléggé tankosak is. Hát ott kell lenni, le kell őket mindenképp takarítani, és ez adja a dzsungel lények fontosságát. Tehát gondoljátok el, hogyha LOL-ban is így néznek ki, hogy lenyomod a farkasokat, és azok csatlakoznak a lényhez, és sokkal másabb lenne az egész pressure rendszer, az egész rendszer, hogy kell pusholni. Oké, itt akkor mi pusholunk. Amik érdekesek még, hogy az ability-k működnek tornyokon, meg minden ilyesmin. Ez egy mókás dolog, nehéz hozzászokni, nem nagyon szoktam... bakkeret kiszedték a... Bosson topnál, jó, oké. Tehát eléggé nehéz hozzászokni, és nem is nagyon szeretek ability-ket használni a tornyokra, viszont mindenképpen az is egy taktikai lehetőség. Erre is ki vannak fejlesztve, mit tudom, egy képességedre rányomhatsz olyat, hogy az én Stormboltom levegyen kettő töltényt az ellenfél tornyától, mert ugye ezek töltény alapján is működnek, amik regenerálódnak. Ahhoz képest, hogy mennyire... Escort it? Oké. Szépen összeszedtük ezt a hatalmas zsenetet, ez a legnagyobb szörny jelenleg ezen a mapon, amit össze lehet szedni, viszont ezáltal odaadtuk ebben a coinokat, meg a lehetőséget, hogy ők ezt kihasználják. Ettől függetlenül ez így szépen végig fog gyalogolni. Megint természetesen én gyaloglok, és nem pedig lovaglok, de hát ez is egy olyan dolog, amit meg kell szokni mindenféleképpen. Na igen. Ez egy csodás. Az ADC. Itt szépen megpróbáljuk megerőszakolni. Én beultiztam, engem nem érdekel. Gyertek! Gyertek!
Leszettük az egyik képet. Innentől kezdve már mehetünk kicsit visszafele. Jó, én megpróbálom. Ó, hát jó, nem próbálok meg semmit. Szépen lelépek. És nagyon segít menekülésben ugye a lovacska. Nem fognak tudni utoljárni. Azt a HP-t fel is vesszük. Kérdés, hogy megérte az egész, amit látjátok, az egyik kipet le tudtuk nyomni. Ez az úgy kemény, de nem hiszem, hogy teljes mértékben megérte. Mondjuk van nálam 5 coin, tehát erre mindenképpen vigyázni kell. Tök jó, mert ki is írja, hogy mikor respawnolnak a kempek. Ezek a kis idézőjes wardokat össze lehet szedni. Kérdés, hogy ezzel akarok-e fightolni ulti nélkül, de hát úgy néz ki, igen. Elég sok stunom van, de jó lenne, hogyha most hogy akkor ezt ütjük? Hát akkor üssük azt. Oh god, ez az! 2v2-ben nagyon sok múlik azon, hogy mennyien vagytok. Tehát 2v2 szituációban tudsz nyerni. 1v1 szituációban tudsz nyerni. 2v1 szituációban már nagyon-nagyon el kell feedelve legyél, hogy tudjál nyerni. Kivéve, hogyha az ellenfél retard. Mert vannak olyanok is, akik úgy, mit tudom én, elkezdenek farmolgatni. Te mondjuk egy range-et AD carry-vel, vagy tudom én, Raynor-ral, vagy ezzel a másik törpel. Akkor össze lehet szedni magát a kill, a kettő killt, de az is nehéz. Nehéz munka. Én nekem az a feladatom jelenleg, hogy tankoljak és zónázzak mindent, amit csak lehet. Be kéne váltanom ezeket a coinokat, és ezt meg is szeretném most tenni. De ez egy eléggé rizikós feladat. Egyébként, hogy akármikor jöhet egy ilyen vadállat. Na igen, stunoltam is. Nem nekem kéne ezt csinálnom, hanem nekem inkább a coint kéne beváltanom. Amivel meg lenne. Természetesen az ultit fogjuk. You are not prepared. Még egy. Istenem, senkinek sincs egy coinja? Ez hihetetlen. Oha, oké. Mögöttünk jönnek. Nagyon kell figyelni a mapot, tekintve, hogy nincsenek wardok. Ezért minden egyes információt, amit a mapból ki tudsz olvasni, használnod kell, mert nem jön belőle több. Tehát minden egyes vision, ilyen minimális vision, ezek is adnak vision-t, amit láthatjátok. Ez semmi más, csak faldarab, de ez is ad vision-t, ezt is érdemes lepusztítani, hogyha van rá egy kis ideje az embernek. Mert fájdalmas, tehát megint itt vannak top lane-en ezek a szörnyek. Le kell szedni őket, ráadásul olyan, ami healli is őket, ez a kis... cucc. Szörnyű. Nagyon-nagyon csapatjáték hangulata van a dolognak, ahhoz képest én itt szólóban el mászkálok top lane-en. Azért is csinálom főleg, mert ugye top lane-en már végig pusholgatunk, meg mid is végig van pusholva. Ellenfélnek 13 coin-ja van, egyet kell beváltania, és közünk mindenki meghalt. Hát körülbelül. Most azt kell csinálni, hogy távol kell tart. Ó, gád! Nem, ezt itt hagyjuk. Megpróbáljuk összeszedni ezt a... Itt is egy coint, jól van. Ennyit tudtunk jelenleg összeszedni. Az is megvan, ez is megvan. Jó, megvannak a coinok. Oké, akkor ultizzunk be. Igazából megtehetjük. Azt utol tudom érni, és meg is tudom ölni. Úgyni. Viszont itt menekülnem kell. Sőt, meghaltam. 3 coin elveszett. Na, shield. Jó felé ugrok én is. Juke time, guys! Juke time! Ne! Ah! Na jó, elég sokáig bírtuk. Egyszer haltunk meg, és 12 takedowns, itt az asszisztok és a killek egyre mennek, tekintve, hogy nem számít. Tehát csapat szinten számít, csak az, hogy most megöltetek valakit, vagy nem az, hogy kiölte meg, azért nem kap semmi puszt. Van, hogy solo kill, van ilyen, amikor bemondja, de egyrészt ez egy ritka eset, másrészt meg igazából nem ér semmit.
Tehát nem úgy néz ki, hogy egy embert fel tudsz feedelni, és akkor hogy nem, itt az egész csapatod kerül előnybe, hogyha elég sok embert megölsz. Na, mindenki dublont! Vagy ezek a kis coinokat úgy hívják, hogy dublonok. Nagyon kis mókás nevük van. És azt kell mondjam, hogy egész jó csapatot fogtam ki. Lehet, hogy csak én nem vagyok elég csapatjátékos ez a játékhoz, szeretek úgy szólóban farmolgatni, csak itt viszont az nem nagyon éri meg. Tehát így, ha egy 5v4-be mennek az emberek, akkor az egész csapatot megölhetik úgy, hogy az ellenféltől mindenki életben marad. Mert megtörtént. Itt hatalmas a különbség emberelőnynél. Nagyon-nagyon meglátszik. Így. Ójaj, az a force field az nagyon-nagyon bejött nekik. Megyek, de nem fogok odaérni, illetve de oda fogok érni, meg fogom tudni menteni ezt a csókát. Nem fogom tudni megmenteni, sőt lesztanolni sem tudtam. Megint egy force field, jól van. Legalább kaptam egy coint. Amit igazából be tudok váltani, hogyha szeretnék, de nem igazán. Oké, ezt itt most hagyjuk. A kis dagitorommal. Egy darab coint nem érdemes beváltani, majd ráér még, ráadásul itt van fent, ezeket le kellene farmolnom itt topinán. Ugye ez is coint ad, ráadásul kettőt, ez is coint ad. Ezeket nagyon könnyű megölni, viszont ők nem csatlakoznak ugyebár. Így né. Jelenleg, mert ugye Regen Globot. Ezek a Regen Globok is elég érdekesen működnek. Nem hílelnek túl sokat, viszont ez a kevés az olyan éppen, hogy elég. Itt ez most így furcsán hangozhatod, de tényleg. A Regen Globokat ezekből a kis spelles, tehát a varázslós minionokból kapjuk. Hogy megérje, nekem meg szoktam érni, tehát hogyha mit tudom én, mindjárt Melee-vel vagyok, közelharcossal vagyok, akkor mindenképp megéri leszedni először a varázsló minion-t, felszedni abból származó. Ez most engem zárt be, de nem zavar igazából a dolog. Ez meg túl előre merészkedett, ez így járt, és már 4v5 szituáció van. 88%-on van a kórjának, kóruknak a HP-ja. És itt igazából végig üldözhetem őket, mert nem tudnak megállítani. Most szépen visszamegyek. Ja, de hogy megyek vissza. Nem tudok dublont váltani, mert éppen lőjük. Na, jó, az lesz a következő. Szépen visszamegyek, beváltom a dublont. És GG. Ezt meg is ölhetjük akár. Vagy nem fog tudni elmenekülni. Mi ez a nagy stun? Ja, GG, well played. Ez volt az első mérkőzés. Nagyon-nagyon sok az akció, eléggé nehéz mindent elmondani, reméljük majd a többi videóban sikerül. Én Axmart voltam, hát nyilván a következő videóban találkozunk, és kicsit már összeszedettebben el fogok tudni magyarázni pár dolgot, ami esetleg érdekel. Tényleg, hogyha érdekel valamit titeket, nyugodtan használjátok a komment szekciót, mert megpróbálok minden kérdésetekre válaszolni, ami így jelenleg az alfa verzióban benne van. Az, hogy mikor jön ki a játék, ezek a kérdéseket nem tudom megválaszolni. Még egyszer köszönöm, hogy megnézted, és még egyszer én Axmart voltam, a következő videóban találkozunk.